Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 13-án. Mielőtt kezdenék, felhívnám a figyelmeteket a heti akcióra, ami április 18-áig tart. Ez egy kirakás, benne van a munka és a szerelmi ügy. Azon kívül jön hozzá egy asztrológiai elemzés, hogyan tovább, ami a munkát illeti, és hogyan tovább, ami a szerelmet illeti. Ez az akciós jóslás most fél áron van, 4250 forintért. És most áttérek erre a három kérdőjeles jóslásra, és felteszem az első kérdést, mi az ő gondolata, mit tervez, és ezt most megtekintjük. Ez a kép nagyon érdekes. A négyes szám arra utal, hogy szüksége van a biztonság érzetére, az anyagiakat illetően, de a párkapcsolatot illetően is. A képeknek szimbolikus jelentése van, és ez a hölgy jelentheti az ő gondolatait, vagy az ő hozzáállását, valamit meg akar fogni. És úgy érzi, ez számára értékes. Ez lehet a munkahely is, és fél egy új kezdettől, fél változásoktól. Holott a kép mutatja, hogy az igazi kincsek nem a kezében vannak, hanem a kincses ládában. És ott van az ölében a kulcs, tehát ő kinyithatná ezt a kincses ládát. Ez utalna a jelenlegi helyzetére, javulásokra, a jövőre is, de amit ő fogva tart, az a múltjával áll összefüggésben. El kellene ezt engedni, lezárni a múltat, mert az igazi értékek azok a kincses ládában vannak. Ez a kép jelentheti azt is, hogy van egy hölgy a múltjából, vagy a környezetében, és megpróbálja őt fogva tartani, vagy vannak igényei, ami a pénzügyi dolgokat illeti. A második kép mutatja az ő érzelmeit, és ezt most megtekintjük. Itt nála most vannak és lesznek megújulások. Ő odafigyel az érzelmekre, elbúcsúzik a félelmektől, a bizonytalanságoktól, és meg lesz a hite, a reménye, hogy minden jóra fordul, ez adja számára a belső erőt is. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. A tízes szám ezen a képen jó, mert az utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. De ahogy a képen látható ennél a hölgynél, ő meg sem tud mozdulni, mert annyira kimerült és fáradt, az is lehet, hogy mások támadják őt. Az jelentheti azt, hogy téged szimbolizál ez a hölgy, és te éled ezt át, ő pedig segít neked, hogy legyen egy új kezdet. A képeknek szimbolikus jelentése is van, és lehet, hogy ő érzi ilyen kimerültnek magát, nincs ereje, pedig fel kellene állni, hogy tovább menjenek az események. Az is lehet, hogy ez mindkettőtökre utal. És most megtekintjük a napi kártyát. Amennyiben te vagy kimerült, mint ahogy a harmadik kártya ezt mutatja, akkor ez a napi kártya, ahol ő látható,
arra utal, hogy ő segít neked. Amennyiben rá vonatkozott a harmadik kártya, és ő volt ilyen fáradt, akkor ez a napi kártya azt jelenti, hogy megvan az ereje, hogy felálljon, és a távolba tekintsen, tervezze a jövőt, és meg lesz újra az ereje. Amit még jelenthet ez a kártya, hogy te erősítsd őt, hogy meglegyen ez a tartása. És most áttérek az asztrológia területére. Az indiai számítás szerint a nap még a halak jegyében van. Ne csodálkozzatok el ezen, mert ez azért van így, mert a tavaszi pont az mindig elcsúszódik. És az indiai asztrológusok, ugyanúgy, mint az asztronómusok is, ezt figyelembe veszik. Emiatt van ez az elcsúszódás. Mivel itt a határon van, ennek is van egy jelentése, így hat mindkét jegy, a halak jegye is, de érezhető már a kos jegye, és az utal egy új kezdetre. Azon kívül ennek van szimbolikus jelentése is, amikor mi úgy érezzük, hogy valaki vagy valami korlátoz bennünket, és át kell magunkat tenni ezeken a korlátozásokon. Nem csak a nap áll a határon, hanem Mars bolygó is. Még mindig a bika jegyében az indiai számítás szerint, de most hamarosan áttér az ikrek jegyébe, ami érezhető is. Az ikrek jegyénél hat a levegő eleme, ez a könnyűség, és utal kommunikációra is. Nem csak ebből adódik ez a beszélgetés, hanem Merkur bolygó, mivel gyorsabban halad, mint Mars bolygó, elér egy pontot, ahol a kettőjük között lesz egy kapcsolat, ez várható a következő napokban, és ez utal egy hírre, ez utal kommunikációra. Mivel ez a kapcsolat egy szextil kapcsolat lesz, és ez jó, kellemes, tehát egy férfitől várható egy jó hír. Ami kellemetlen, az érezhető lesz a mai napon, délután vagy úgy este fele, mert a hold elér egy pontot, ahol egy kvadrát aspektusba lép Szaturnusz bolygóval. Ezek lehetnek kihívások, nehézségek, korlátozások, és mivel hold uralkodik az érzelmeink felett, ezt érezni fogjuk, és Szaturnusz bolygónál gyakran korlátozásokról van szó, különösen, ha ez egy ilyen kvadrát aspektus, mint a mai napon a hold és Szaturnusz bolygó között. Az előnye az, hogy a hold gyorsan mozog, és kilép ebből a kapcsolatból, így javulni fog a helyzet. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!